Harmadik alkalommal rendezték meg a civil információs napot a Pünkösdi Cigány Misszió Békési Központjában. A nap során a misszióhoz tartozó civil szervezetek képviselői számoltak be az elmúlt évi tevékenységeikről, jó gyakorlatokról, szakmai fejlesztésekről, de a jelenlévők az előadások során szakmai tanácsokat is kaptak. Az esemény résztvevőit Durkó Albert misszióvezető is köszöntötte. A missziónak az életében nagyon-nagyon fontos az, hogy új gyülekezeteket plantáljunk, a régi gyülekezetek megerősödjenek, növekedjenek, hogy embereket képezzünk, munkatársakat képezzünk, vezetőket képezzünk. A misszió mezőre most már azt mondjuk, hogy közösséget átformáló vezetőket képezzünk, vagy közösséget átformáló munkatársakat képezzünk. Isten országa az egy növekvő ország, az ő uralma növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján, ezt mondja az ige Jézusról. A mi célunk is, hogy Isten országa, Isten királysága növekedjen. Minden évben szoktunk tartani egy civil szervezetek számára szóló információs napot, ahol összehívjuk a misszióhoz tartozó szervezeteket, legyenek ezek alapítványok, egyesületek, vallási egyesületek, és kérjük őket, hogy készüljenek egy beszámolóval arról, hogy milyen tevékenységek történtek velük az elmúlt időszakban. A misszió fontos céljának tekinti, hogy támogassa azokat a hazai és határon túli vallási és civil szervezeteket egyaránt, amelyek a hátrányos helyzetű lakosság felzárkózását, integrációját segítik elő. Azt gondolom, hogy fejlődő és növekvő tendenciát mutat a civil szervezeteknek az érdeklődése is, ezt több fórumon is tapasztaltuk. A misszió is idén 10 egyesületet fog alapítani, emellett van 28 civil szervezet, akik vallási tevékenységet végeznek, és velük is sikerült idén kapcsolatba lépni, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó együttműködés és jó hálózat van kilátásban.